Ez a Híradó 8 órakor, az M1-jel Lantos Csaba vagyok. Jó reggelt kívánok! Washington tovább támogatja Kijevet, hamarosan egy újabb fegyvercsomagot jelenthetnek be az amerikaiak. Ezúttal lőszereket, rakétákat és a Patriot rendszerekhez szükséges eszközöket küldenek majd a háborúba, több mint 800 milliárd forint értékben. Nyugat-Európa is támogatja Ukrajnát, de fegyverkezik is. A lengyel miniszterelnök azt mondta, az európai védelmet Németországnak kellene vezetnie. Sorra lövi le az orosz légierő Kijev vadászgépeit. Egy nap alatt 9 ukrán harci repülőt semmisítettek meg Poltava térségében. Többségüket még a földön, felszállás előtt. A szárazföldi erők is jelentős veszteségeket szenvedtek. Moszkva szerint legalább 1800 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg a fronton. A háborús gépezet azonban nem áll meg. Az amerikai védelmi miniszter kedden közölte, az Egyesült Államok hamarosan további 2,3 milliárd dollárnyi, vagyis mintegy 844 milliárd forintos katonai támogatást jelent be Kijevnek. Lloyd Austin azt mondta, a csomag Joe Biden felhatalmazásával légvédelmi eszközöket, lőszert és a Patriot rendszerek rakétáit is tartalmazza. Ukrajna nincs egyedül, és az Egyesült Államok soha nem fog meginogni a támogatásában. Mintegy 50 szövetségesünkkel és partnerünkkel együtt továbbra is biztosítani fogjuk azokat a fegyvereket, amelyekre Ukrajnának szüksége van ahhoz, hogy visszaszorítsa és elrettentse az oroszokat az agressziótól, fogalmazott az amerikai védelmi miniszter, aki szerint Ukrajna helye a NATO-ban van. Az Európai Unió is mindent megtesz, hogy pénzzel és fegyverekkel támogassa Ukrajnát, miközben a tagállamok is fegyverkeznek. A lengyel kormányfő kedden fogadta Varsóban a német kancellárt. Donald Tusk arról beszélt, Berlinnek kell az európai védelem és biztonság vezetőjévé válnia, és az EU-nak fel kell építenie a világ legerősebb hadseregét. A német kancellár pedig kijelentette, Varsó és Berlin vezető szerepet akar betölteni a NATO keleti védelmében. Lengyelország biztonsága egyben Németország biztonsága is. Ki fogunk állni a NATO-ban és az EU-ban is. Ez azt jelenti, közösen vállalunk vezető szerepet a balti térségben és a NATO keleti szárnyának védelmében, mondta Olaf Scholz. A háború legnagyobb nyertesei a fegyvergyárak és a fegyverkereskedők. Az Egyesült Államok hadiparának nyeresége meredeken emelkedik, amit szorosan követ a német fegyvergyártás is. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta szerdán Therese Blanchet, az Európai Tanács főtitkárát, aki részt vette az Európai Unió tanácsa a soros magyar elnökségének első kormányülésén. Ezt Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke közölte. A főtitkár és a kormány tagjai a közös munkaülésen áttekintették a magyar elnökségi célkitűzéseket, egyeztettek az elvégezendő feladatokról és azok ütemezéséről. Alig száradt meg a tinta a bécsi manifesztumon, az európai baloldal már is támadja a jobboldali frakciót. A Magyar Nemzet szerint a német zöldpárti Daniel Freund egy online konferencián riogatta a magyar kormányfő törekvéseivel, de Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára is bírálta a frakció szövetséget. A Magyar Nemzet úgy fogalmaz, összehangolt támadás indult a magyar soros elnökség és a Patrióták Európáért Szövetség ellen Brüsszelben. Egy olyan politikai formációt hozunk létre, amely meggyőződésem szerint hasítani fog, és nagyon gyorsan az európai jobboldal legnagyobb frakciója lesz. Alig telt el három nap azóta, hogy Orbán Viktor Bécsben Herbert Kiküllel és Andrej Babissal bejelentette, Patrióták Európáért néven új képviselőcsoportot alakítanak az Európai Parlamentben. Brüsszelből már is támadást indítottak a szövetség ellen. A Magyar Nemzet megtudta, hogy a Magyarországot folyamatosan kritizáló német zöldpárti képviselő Daniel Freund online konferenciát szervezett, ahol hevesen támadta a soros magyar EU elnökséget és az EP új hazafias politikai formációját. A Magyar Nemzet azt írta, Daniel Freund szerint a Magyar Uniós elnökség mottója a Make Europe Great Again, azaz a Tegyük újra nagyjá Európát aggasztóan hangzik, mert attól a Trumptól ered, aki ezzel hergelte követőit a Kapitólium elfoglalására. Freund azt mondta, Orbán Viktor most Brüsszelt szeretné elfoglalni, és azon sajnálkozott, hogy Magyarország vette át a soros EU elnökséget.
Daniel Freundnak magyar segítsége is akadt. Az európai parlamenti választáson csúnyán leszereplő, és mindössze két helyet szerző DK-EP lista vezetője is a magyar elnökséggel riogatott. A Magyar Nemzet szerint Dobrev Klára azt mondta, Orbán Viktor nem gyakorlati, hanem szimbolikus kárt fog okozni a következő 6 hónapban, amennyiben nem korlátozzák a mozgásterét. Gyurcsány Ferenc felesége arról is beszélt, egy konfliktusokkal teli fél év elé nézünk, amelyben számos szimbolikus vitája lesz Orbán Viktornak a többi tagállammal. Dobrev Klára szerint a jó választási eredménynek köszönhetően a magyar kormány még agresszívebben fog viselkedni az Unióban. Ezután került szóba a lapcikke szerint a Patrióták Európáért frakció. Dobrev Klára az európai jobboldali erők előretörését lekicsinyelve azt mondta, a populisták ereje kevés. Ha az Európai Néppárttal nem működnek együtt, akkor nem tudják érvényesíteni akaratukat az Európai Parlamentben. Olvasható a Magyar Nemzet cikkében. Nagyon nagy szükség volt, hogy egy olyan jobboldali pártcsád jöjjön létre az Európai Unióban, ami nem szövetkezik a baloldallal. Az Európai Néppárt balra tolódása miatt szükség van az EP-ben egy olyan frakció szövetségre, amely kiáll a konzervatív értékekért. Erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt az M1-en. Lajkó Fanni hozzátette, a frakciószövetség egyértelművé tette, mik azok az értékek, amelyekért kiáll. A béke, a rend és a fejlődés. Azt láthatjuk, hogy háború dúl Magyarország szomszédságában, és közben a nyugati vezetők folyamatosan egy háborús retorikát képviselnek. Nagyon fontos egy olyan pártcsádnak a léte, akik kiállnak a béke mellett, és Orbán Viktor ebben egy nagyon nagy szóvivő tud lenni. És az elemző úgy látja, Orbán Viktorral a nemzeti érdekérvényesítés sikere után fontos, hogy a nemzetközi szintérre is át tudja vinni a béketeremtési szándékát. Kiválóak a magyar-osztrák kapcsolatok, erről Súlyog Tamás köztársasági elnök beszélt Bécsben. A magyar államfő találkozott Ausztria köztársasági elnökével, akivel egyetértettek abban, hogy a jelenlegi rendkívüli időkben minden eddiginél fontosabb a két ország közötti együttműködés. Súlyog Tamás a magyar soros EU elnökség céljairól is tájékoztatta az osztrák elnököt. Alexander von der Bellen és Súlyog Tamás is azt hangsúlyozta, hogy növelni kell az EU versenyképességét, és fel kell gyorsítani a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozását. Súlyog Tamás Bécsben találkozott Wolfgang Szobotka osztrák házelnökkel is, akivel az ukrajnai háborúról és a kisebbségi jogok védelméről is tárgyalt. Tagadja a Fehérház, hogy Joe Biden visszalépne az elnökjelölti küzdelemtől. Az erről szóló sajtóinformációkat valótlannak nevezte az elnöki hivatal szóvivője. Az amerikai elnök a következő napokban több programon is részt vesz, interjúkat és nyilvános szereplést is elvállalt. Az elnökjelölti vita után újabb közvéleménykutatások jelentek meg, amelyek Donald Trump fölényét mutatják. A felmérések szerint a volt elnököt az amerikaiak nagyjából 49%-a támogatja, még Joe Biden 43%-on áll. Parlamenti választásokat tartanak ma Nagy-Britanniában. Rishi Sunak miniszterelnök még május végén tűzte ki az időpontot. A döntés a kormányzó konzervatív pártban is meglepetést okozott, mivel az általános várakozás az volt, hogy a választásokat ősszel tartják. A legfrissebb felmérés szerint szinte biztos, hogy a legnagyobb brit ellenzéki erő, a munkáspárt minden eddiginél nagyobb győzelmet arat. A 650 fős alsóházban 484 képviselői mandátumot szerezhet. A kormányfő a munkáspárti szupertöbbség megakadályozását kérte a választóktól. Végig söpört Jamaikán is a Beryl hurrikán, az év eddigi legpusztítóbb karibi vihara helyi idő szerint szerdán délután 3 kor érte el a 3 millió szigetországot. A 200 km/h széllökések fákat csavartak ki és feltépték a házak tetejét. A nagy mennyiségű csapadék pedig elárasztotta az utakat. A karibi térségben már legkevesebb 9 halálos áldozata van az ítéletidőnek. Az áldozatok száma azonban tovább nőhet, ahogy az érintett országban fokozottan helyreállítják az elektromos hálózatot és a kommunikációs vonalakat. 3 autó ütközött a fővárosban az Árpád híd Budára vezető oldalán késő este. A balesetben 3-an meghaltak, többen megsérültek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az első információk szerint egy forgalommal szemben haladó sofőr több autónak neki ütközött. A tűzoltók a beszorult utasokat feszítővágóval szabadították ki. A beavatkozás idejére lezárták az Árpád hidat. Egy éve ugyanitt történt tragédia. Tavaly júliusban egy gyorshajtó gázolt halálra egy kerékpárost az Árpád híd járdáján.
A férfi ellen még nem emeltek vádat, és szabadon mozoghat Budapesten, de a nyomkövetőt továbbra is viselnie kell. Ez volt a Híradó. Híreinket és videóinkat megtalálhatják a hiradó.hu oldalon. Maradjanak, mert jön a Nemzeti Sporthíradóval Maruzsa István.